Sziasztok, kedves Star Wars rajongók! Üdv ismét mindenkinek az Akadémián! Elsőnek szeretném megköszönni nektek, hogy elértük a kerek 40 ezres számot. Nagyra értékelem, nagyon királyok vagytok, és hát azért ez egy kerek szám. Köszönöm szépen mindenkinek! Tehát, beszéljünk ma egy általatok megszavazott témáról, melyre a Birodalmi Clone Inquisitor egységeket bemutató videó alatt volt lehetőségetek szavazni. Ez pedig nem lenne más, mint a köztársaság által a klónok háborújában bevetett klón paratrooperek. Ha érdekel, hogy mit is lehet tudni a kánon és a legendák szerint ezekről a különlegesen képzett magas légköri ugrásokra specializálódott egységekről, akkor tartsatok velem a mai videóban is. A klón paratrooperek, vagy magyarul az ejtőernyős klónok egy különlegesen képzett típusai voltak a köztársaság által használt klónkatonáknak, akiket tipikusan ejtőernyős és a legendák szerint magas légköri ugrással járó bevetésre képeztek ki. A kánon szerint egyetlen egy komoly bevetésük ismert, mely keretében ugye a Szitek bosszúja című harmadik epizód által a mozivászonra is felkerült ez az egység. Igen, őket láthattuk az utapaui csatában, miután Grievous tábornok elbukott és életét vesztette Kenobi Jedi mester által, majd pedig a főkancellár kiadta a 66-os parancsot. A legendák szerint ezek az egységek lényegében a Jet Trooperek egyik variánsának számítanak, vagyis hogy azok egy specializálódott ágának. Érdekesség, mely nem feltétlen kapcsolódik a paratrooperekhez, de lehet, hogy mégis. Szóval, a legendák szerint létezett egy Hope Trooper nevű egység is, mely lényegében a High Orbit Precision Entry rövidítése, mely egység tagjai egy mentőkapszula félével lettek kilőve egy-egy a bolygó felett keringő rombolóról, majd pedig amikor a légkörbe értek, akkor levált a burok, és így ejtőernyővel jutottak el a felszínre. Azért is mondtam, hogy nem feltétlen kapcsolódik a paratrooperekhez, mert ezen egységek Katarn osztályú kommandós páncélt viseltek, és igazából lényegében semmilyen átutalást vagy kapcsolatot nem találtam köztük, de mindenképp érdemesnek éreztem őket is megemlíteni ebben a videóban, csak így röviden. Szerintetek lehet bármilyen összefüggés a két egység közt? Sőt, ha pedig ez nem lenne elég, akkor a legendáknál maradva találkozhatunk egy RP Trooper nevű egységtípussal is, akik egy jetpackhez nagyon hasonló Repulsor Pack nevű felszereléssel szálltak be a csatákba. Ezáltal rövidebb ideig képesek voltak repülni, és így gyorsan helyzetet változtatni, vagy küzdeni az előnyösebb helyzetből ugye. Rájuk is egy amolyan paratrooperként szoktak hivatkozni a legendák szerint. Vajon az említett típusok valójában mind egyetlen csoport részei a típusukat tekintve, vagy inkább csak hasonló, de valójában különböző egységek összefüggés nélkül? Nem tudom. Azt pedig már meg sem említem, hogy a klónkommandósok, a galaktikus tengerészgyalogság tagjai és a paratrooperek mindegyike MEC osztályú egységnek számítottak a legendák szerint. Igaz, ez az utóbbi lehet, hogy csak a Battlefront Renegade Squadron egyik opciója volt, de attól még a legendák szerint ez is elfogadott lett. Igaz, mint sok minden más legendákban, a végére ez is végtelenül kusza kezd lenni. Tehát, visszatérve a kánonhoz. Miután ugye a 212-es zászlóai CC-2224 vagyis Kodi parancsnok parancsára megpróbálta kivégezni Obi-Wan Kenobi tábornokot, nos, ezt követően a klónparancsnok egy osztag ilyen specializált klónkatonára bízta, hogy az utapau hatalmas méretű és iszonyat mély kürtői közül az egyikben lejjék fel a halott Jedi testét. Akárhogy is, az egységek elbuktak és nem találták meg a Jedi maradványait, mivel az elrejtőzött, majd pedig ezt követően elhagyta a planétát. Az biztos, hogy a paratrooperek által alkotott osztag a 212-es támadózászlóaj kötelékébe tartozott. Így ugye egyértelmű, hogy a háború idején a már előbb is említett Jedi, Kenobi tábornok vezette őket, valamint persze Kodi parancsnok. Sajnos azonban az osztaguk neve a kánon szerint ismeretlen, mint ahogy az is, hogy mennyien szolgáltak és hogy pontosan kik is voltak ők. A legendák viszont pontosan említi, hogy ennek az alakulatnak a neve Parjai osztag volt, mely szó a Mandoa, vagyis a Mandalori nyelven győztest jelent. Az osztag vezetője nem volt más, mint Barlex tiszt helyettes, aki egyébként érdekes módon nem szerette a mandalóriakat, és ha jól tudom, akkor ezt az Omega osztag tudtára is adta egy alkalommal. Ha tévedek, akkor majd úgy is javítotok, de emlékeim szerint ez így volt. Ja, és Barlex maga is egy Jango Fett klón volt természetesen. Felszerelésük alapját, melyről jól fel is ismerhetők voltak, a Phase 2-es klónpáncél alkotta, melynek a sisakja jelentősen módosítva lett.
Ezen sisak eleje több tekintetben is különlegesen nézett ki, mind a formája, mind pedig a csatlakozásai miatt. Sokkal keskenyebb vizor és egy nem is igazán tudom milyen alakú orrrész került rájuk, melyből az utóbbi szerintem különleges légzőkészülék csatlakozás lehetett, ugye a magas légköri ugrásokhoz. A Canon szerint egyébként gyakran használtak jetpacket, vagyis háti rakétát is, mely biztosította számukra a gyors és könnyű helyzetváltoztatást a harcmezőkön. A Canon nem beszél róla, hogy mi lett ezeknek a különlegesen képzett katonáknak a sorsa a birodalom megalakulását követően, így aztán vegyük úgy, hogy ők is rohamosztagosok lettek az új hatalom első pár évében, még ki nem öregedtek, vagy más pozícióban nem helyezték át őket. A legendák szerint azonban létezett a birodalom kötelékében is egy birodalmi ejtőernyős hadtest, mely talán eme klónparatrúperek létezésének okán alakulhatott meg Yavin előtt 19 évvel. Továbbra is a legendák világában maradva, a lázadók oldalán szétnézve találkozhattunk náluk is különlegesen képzett osztagokkal, akiknek a felszerelése, pontosabban a sisakjaik nagyon hasonlítottak a paratrooperek által viseltekre. Azonban lenne ám itt még egy apró érdekesség, mely miatt pedig vissza kell utazni a legendák idővonalán a régi köztársaság idejére egészen legalább 4000 évet és szemügyre venni az akkori köztársasági ejtőernyős katonák felszerelését. Az akkori időkben a köztársasági különlegesen képzett hadosztály részeként szolgált katonák sisakja lehet igazán érdekes a számunkra, hiszen az akkoriban harcoló katonák páncéljára hajazott igazán, de mégis azt kell mondjam, hogy a klón paratrooper sisak közelebb állt hozzájuk megjelenésben, pedig ugye elvileg van köztük 4000 év eltérés. A klón paratrooperek felszerelését egyébként a kaminói fegyvergyárak gyártotta, akárcsak minden más a klónok által hordott felszerelést. A harcokban pedig egy alap DC-15S típusú sugárvető volt az alapfegyverük. Érdekesség még, hogy ezen egységek kamát viseltek, hasonlóan az árkegységekhez, viszont náluk nem szerepelt a kiegészítő válvédőlemez. Végezetül megemlíteném még nektek, hogy a legendák szerint a Mace Windu mester által irányított 187. zászlóhaj klón parancsnoka is egy paratrooper volt, rajta kívül pedig még egy paratrooper ismert, aki nem lenne más, mint a Kai Hudora Jedi tábornok által vezetett galaktikus tengerészgyalogság egyik alosztagjának a parancsnoka, Keller klónparancsnok. És itt elnézést is kérnék tőletek, mivel a nemrég kikerült Keller életét bemutató videóm alatt erre a jelentős apróságra bizony nem tértem ki valamiért. Nos, ennyi lett volna mára a klónparatrooperek ismertetése. Remélem érdekesnek találtátok, és volt benne azért egy-két plusz info is nektek. Amennyiben megnézted a videót, akkor köszönöm szépen a megtekintésed, és kérlek szépen, hogyha majd vége lett, akkor értékeld a látottakat egy like vagy egy dislike gombocskával. Ha pedig még új lennél itt nálunk és tetszik a csatorna, akkor kérlek ne felejts el majd feliratkozni sem. És akkor már csak annyi van hátra, hogy szavazzunk! Melyik egységet szeretnétek legközelebb? Esetleg legyen az első rend húronhomosztagosairól szó? Vagy talán inkább a birodalmi magmatrooperekről? Ugye őket az előző szavazásokból hoztuk magunkkal, ahol ők lettek a második, illetve a harmadik helyezettek. Melléjük pedig a mai napon beszáll a lehetőségek közé a birodalmi novatrooper, mely egység nagyon menőn néz ki, és lényegében a Sith templomok és egyéb nagyfontosságú létesítmények őrzése volt a feladata a legendák szerint. Kérlek hát, szavazatok majd a jobb felső sarokban található kis fehér i-betűre kattintva. Köszönöm a figyelmeteket, és külön köszönöm a Patreon támogatóimnak a hozzájárulását. Ha szeretnél te is támogató lenni, akkor ne habozz felkeresni az Akadémia Patreon oldalát is, vannak érdekességek, link a leírásban, valamint jobbra a kis i-betűn. Ne feledjétek, hamarosan jelentkezem majd egy újabb, reményeim szerint szuper videóval. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek, sziasztok!